Én első helyezett lettem. Igen. Én 8. Én a 3. helyezést értem el. A természet buvár újságból a világkalendárium, a poszter és az útravalót kellett megtanulni. Kánkáró életéről voltak kérdések, a Dunadráva és a Dunai-Poly Nemzeti Parkról, meg a tananyagból. Hát minden héten vagy kétszer, vagy többször készültünk, és otthon is sokat kell tanulni. Hát Magdi néni nagyon aranyos volt, mert mindig megadta nekünk a tananyagot, hogy miből kell készülnünk, és akkor azt tanultuk meg otthon. Körülbelül a 2. fél évtől indulunk mindig, tehát februártól kezdtük a felkészülést. Előtte már ráhangolódnak a gyerekek, mert nem első ízben indulnak ők a versenyen, illetve a Niki az, aki először próbálkozik a Kánkároly által elnevezett országos természetismereti versenyre való készüléssel. Ketten, a Zsófi meg az Anna már 5. korukban is megpróbálták ezt a nehéz feladatot. És én nagyjából tudom, hogy ahhoz, hogy a megyei versenyre felkészüljünk, legalább 15-16-szor le kell ülni, de úgy, hogy nagyon aktívan, nagyon precízen, és ezt megelőzi az otthoni alapos felkészülés. Tehát lépésről lépésre megvan egyrészt, ahogy a Zsófi jól mondta, tehát a tananyag 4., 5., 6. osztályos tananyagot kiválóan kell tudni. Tehát ott nagyon tévedni nem lehet, mert arra már nincs idő, hogy ezt a tananyagot mi újra átnézzük. Ehhez jön az a plusz információ, plusz ismeret, ami a versenykírásban szerepel, hogy a természet búvár meghatározott cikkeit, még azt is megadják, hogy a 2007 3-as számától kezdve 2008 3. számáig bezárólag egy havonta megjelenő lapról van szó, tehát a kijelölt cikkeket tudni kell. Egyrészt van egy olyan, amikor azt mondjuk, hogy az útravaló, ez az évszakoknak megfelelően írja le az élőlényeket. A poszteren, azt majd a gyerekek elmondják, hogy a poszterről mit kellett nekik tudni, illetve amitől szoktak félni, és nem véletlenül, az a virágkalendáriumban lévő növények, hisz a terepi munkára nincs nagyon lehetőségünk, és ott pedig olyan növényfajok nevei szerepelnek, ami teljesen ismeretlen a tananyagban nem szerepel. És ami a tananyagban szerepel, az a 10 nemzeti parkunk közül minden évben kijelölnek egy-kettőt. Hát az idei évben, ahogy mondta a Zsófi, a Duna-Dráva és a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak az ismerete. Azt tananyagként tanuljuk, csak nem olyan mélységben, hogy ő nekik kell a versenyre. És lépésről lépésre szépen ugye megvolt, hogy melyik foglalkozásra mit kell készülni. Most hozzáteszem, hogy ezek a gyerekek, tehát kiemelkedően mindig betartva azt a kérésemet, hogy mit kell tudni, megértették azt, hogy ha valamelyik kimarad, akkor azt be kell majd pótolni, és dupla munka lesz. Tehát, és amikor rögtön fülön csíptem őket, ha valamiből nem sikerült, hisz a rákövetkező alkalommal teszteltünk, kikérdeztem, és csak ilyen lépésről lépésre tudatosan megtervezett munkával lehet tulajdonképpen ezt az eredményt elérni, amit hát ők kiemelkedően a megye összes iskoláját megelőzve, hisz ott olyan nagy létszámú iskoláknak a képviselői jöttek létre, mint Tatabánya, Esztergom, tehát nem mondok neveket. Én szoktam nekik mondani, mi nem ijedünk meg nagyobb létszámú vagy nagy iskoláktól. Mi, ha tisztességesen, becsülettel készülünk, akkor mindig az legyen előttünk, hogy mi megtettünk mindent, ők pedig érdeklődéssel, tehát készültek, mert az is lényeges, hogy önként vállalták ezt a felkészülést, és ezt a kitartó munkát, ami egy 12 éves korú gyerekektől, tehát az példamutató, és azt hiszem, hogy a többi gyerek számára is követendő. És amit szerettem volna még elérni, hogy ezt 16. alkalommal rendezték meg a versenyt. 16 év alatt készültünk már erre a versenyre. Azt lehet mondani, hogy 13-szor biztos bejutottunk az országos versenyre, ahol kiváló eredmények is születtek. Most nekünk már nem az a cél, hogy most országos 5., országos 6. helyezést érjünk el, mert a Niki egy kicsit fél attól, hogy 3. lesz majd a versenyen, hanem mindig azt mondtam, saját magunkhoz képest igyekezzünk ott teljesíteni, és a iskolának hát hírnevet szerezni, hát a városunknak, településünknek, mert országos szinten mi képviseljük a Komárom-Esztergom megyét. Minden különböző újságban másfajta jelölény volt. A gulipánról, a kövirigóról, a bikapókról, a zöld küllőről voltak cikkek, és valamelyik újságban nem volt poszter. Hát minden
volt két cikk a nemzeti parkokról, és a képeket kellett tudni róluk, meg hogy milyen növények vannak benne, az alapítás évét, címer növényét, címer állatát, hogy milyen helyek vannak ott, bemutatóterek, ilyesmiket. Már elkezdtük a felkészülést, és továbbra is folytatjuk, ameddig csak lehet, mert elég kevés idő van az országos versenyig. Május 16, 17, 18.